Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Green Cat is Do It Yourself, és ma ezzel a poroltóval fogunk barkácsolni. Ha minden igaz, csinálunk belőle egy italtartót. Nos, ahhoz, hogy ezt a projektet el tudjuk kezdeni, nagyon fontos, hogy legyen egy olyan poroltónk, ami már eleve üres, vagy egyébként használaton kívül van, és nem teljesen tele, és nem nyomás alatt. A miénk egyébként azt írta, egy kicsi kulisszatitok, mi már előtte kifújtuk belőle a port, azt írta, hogy nulla a nyomás benne, de még így is azért lőtt ki rendesen port, úgyhogy mindenképp figyeljünk, hogy olyannal kezdjünk, amiben már nincs nyomás. Mit fogunk vele csinálni? Hát fölvágjuk az oldalát, egy ajtót készítünk rá, és ezen az ajtón fogunk tudni bepakolni. Rendben, akkor szerintem vágjunk bele, és fogjátok látni, hogy hogyan készül. Első lépésként az üres poroltós tartályt a címke mentén körbevágjuk, ezzel alakítjuk ki az ajtót. A vágástól keletkező sorjákat kézi reszelővel letoljuk. Az ajtó oldalából levágunk 4 mm-t, amennyit a zsanér föl fog venni. Az ajtóhoz elkészítjük a popszeges furatokat. Amikor a furatok készen vannak, mehet a popszegelés. Thank you.
Egy pici kis vasfület készítünk, amelyre majd a mágnes fog tapadni. Utolsó lépésként egy lyukat fúrunk az ajtón, hogy a biztosítószeget bele tudjuk nyomni, és ezzel tudjuk kinyitni az ajtónkat. Az aljába készítünk egy fakört, hogy az üveg ezen tudjon megállni. Nincs más hátra, mint az utolsó lépés, egy bélés belerakni, hogy az üveg ne billegjen az alján. És hát ahogy láthattátok, nagyon egyszerűen elkészült ez a kis poroltóból átalakított italtartó. Közben itt a közeli képeken láthatjátok is, hogy hogyan néz ez ki a valóságban. Van egy kis rejtett nyitónk, amivel ki tudjuk nyitni. Egyébként mágneszárral működik, de akkor ismételjük át, hogy hogyan is készült el. Hát legelőször is üres poroltót kerítettünk, majd amikor ez megvolt, a címke mentén sikerült körbevágni. Ez adta az ajtónak a formáját. És innentől már csak egy zongorazsanért kellett beilleszteni, ami mentén nyílik, mágneszár, és kész. Így van, úgyhogy nagyjából ennyi volt, reméljük, hogy tetszett, ennyit szerettünk volna mára. Ha van valami kérdésetek, akkor azt kommentben nyugodtan tegyétek föl, és még egyszer utoljára ne teli poroltóval kísérletezzünk. Ennyi volt mára, sziasztok! Sziasztok!